2023-ban két nagy, közel 300 millió forintos projekt valósult meg Cikón. Az egyik ilyen a települést Mőcsénnyel összekötő út volt. Ezzel több évtizedes problémák oldódtak meg, hiszen ez a szakasz egyes helyeken már teljesen járhatatlan volt. A beruházás során több mint 2 kilométer hosszba került teljes szélességben újra aszfaltozva az út. Ezzel biztonságosan tudnak közlekedni a településen élők, biztonságosan elérik a környező településeket, városokat, illetve az iskolabusz is biztonságosan tudja szállítani az óvodás és iskolás gyerekeket. A másik projekt a vízrendezés volt, ennek során mederkotrást és mederrendezést végeztek, továbbá iszapfogó gátakat építettek be. Belterületen záportározót alakítottak ki, ami a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvizet tudja befogadni. Az önkormányzat idén többek között tervezi a járdák és a játszóterek felújítását is. A tavalyi évben Magyar Falu program keretein belül sikeresen pályáztunk járda felújításra, közel 10 millió forint értékben. Ebből a Petőfi Sándor utca egy bizonyos járda szakasza lesz felújítva. Magyar Falu program keretein belül pályázatot nyújtunk be az idén januárban az alsó busz megállónál lévő játszóterünknek a felújítására is. Ez most kerül benyújtásra, bízunk a pozitív elbírálásban. Ezen kívül a hagyományozó egyesületünk is nyújtott be tavalyi évben Magyar Falu program keretein belül egy pályázatot a Székely Tájház tetőfelújítására 7 millió forint értékben, de sajnos ez tartaléklistára került. Ezen kívül az önkormányzatunk TOP plusz pályázat keretein belül élhető települések címen nyújtott be pályázatot, amiben a művelődési ház melletti füves területen lenne közösségi tér kialakítva, szabadtéri színpaddal, nyilvános mosdóval, kiszolgáló helységekkel, parkosítással. Sajnos ez a pályázatunk is tartaléklistára került. Ezen kívül saját forrásból valósítottunk meg felújítást az iskolának az ebédlő épületében. Ez egy régi műemlékes épületünk, itt új villamos hálózat került kiépítésre, gipszkartonozás, festés, mázolás, burkolásra került sor. A polgármester azt mondta, a vízrendezéssel kapcsolatban pozitív tapasztalataik vannak. Többször hullott le nagy mennyiségű csapadék, azonban ezek nem okoztak problémát. Szeretnék folytatni az előző évben elkezdett parkosítást is, annak érdekében, hogy egy szép és élhető települést tudjanak kialakítani. Az utak, járdák felújítására mindenképp nagyon fontosnak tartjuk. Erre kevés pályázati lehetőség volt az elmúlt évben, nagyon előregettek az utak is, a járdák is, úgyhogy szükségszerű a felújítások. Ez nagyon fontos, úgy gondolom. A lakosság részéről van igény a játszótereknek a felújításra. Az elmúlt években nagyon sok kisgyermekes család költözött a településre, használják a játszótereket. A központban már sikerült önerőből felújítanunk a játszóteret. A másik két játszótérre is nagyon nagy szükség lenne. A településen a tavalyi évben emelkedett a lakosság szám is. A családtámogatásoknak köszönhetően sok kisgyermekes család vásárolt itt ingatlant. Így jelenleg teljes létszámmal működik az óvoda és az iskola is.